engem ezek a szuper jelmezek, hogy ki kicsoda, és milyen szerepben volt a jégen. Jöhetek akkor közelebb? Azért gyors bemutatkozást kérek, hogy mindenki felismerjen benneteket. Én Novi vagyok, a Sportország Egyesületnek a műkorcsirányozója, és most Pocahontas bőréből bújhattam. Vivi, köszönjük! Én Marton Miller vagyok, és az előadás keretein belül Ariel voltam, és a jégtáncos párommal, Balázsi Leventével, aki itt Sebastian volt, vele táncoltam. Igen, szóval mindjárt el is mondjuk élesben az interjúban, hogy ki milyen szerepben volt a jégen. Én Pocahontas-t játszottam, és az Egyiptom hercegéből egy szereplő voltam még. És te? Én Ariel voltam, ugye Sebastiannal egy szambásabb kürt mutattunk be. Azért ez nektek új feladat, hogy egy ilyen közönség előtt, gyerekek előtt szerepeltek komoly mese, rajzfilm, karakterek szerepében? Hát igen, mindenféleképpen úgy, de az legalább jó volt, hogy tudtunk még gyakorolni az országos bajnokság előtt az előadás módon, hogy még jobbak legyünk. Hát új dolog, de hamar beleszoktunk szerintem, és annyira jól látni a gyerekeknek, hogy csillog a szemük, és tényleg élvezik, amit csinálunk, és tudunk velük beszélgetni, és ugye az előadás végén. Ilyet rajtatok is látszódik azért előadás közben, hogy ti is élvezitek. Tehát megvan az a fajta azonnali visszajelzés, ami mondjuk lehet, hogy egy jégpályán, vagy másfajta bemutatókon nincs meg. Hát igen, mindenféleképpen. Főleg amikor leélünk a legvégén, akkor jönnek ide hozzánk a gyerekek, és fényképet kérnek, meg aláírásokat. Úgyhogy nagyon vicces, meg jó dolog ezt érezni. Igen, tényleg jó, mert lehet, hogy nem szavakkal kommunikálunk az előadás közben a gyerekekkel, de a szemkontaktus megvan, és így is tudunk velük kommunikálni, és olyan jó, hogy odajönnek, és beszélgetünk velük, és képeket is kérnek tőlünk, és ez mindenképpen egy csodálatos élmény. Nektek van kedvenc mesétek? Igen, nekem a Homokülőke, de bár ugyanezt nem adtuk elő sajnos, de a Pokémon-t ezt nagyon szeretem. Abszolút Jászmin és Ariel fan voltam kiskoromban, de igazából a Rapunzel is megvolt, tehát igazából az összes mese nagy kedvenc volt számomra. De akkor még szerintem nem is gondoltátok, hogy valaha még ti is lesztek mesehősök? Hát egyáltalán nem, de ez fura is így átélni, hogy most én vagyok a mesehős, de nagyon jó. Hát igen, én sem gondoltam volna soha, de hogy most így megtörtént, így nagyon örülök neki. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszi! Sziasztok! Sziasztok! Hello.